Már a pécsi polgárok számára is nyomon követhetővé tette az önkormányzat az átvilágítás eredményeit. Egy külön honlapot hozott létre a városvezetés, ahol felsorolják a folyamatban lévő ügyek és a feljelentések számát, de látható az elkövetési érték, valamint az elrendelt zár alá vétel összege is. A Fidesz frakció képviselője stábunknak elmondta, hogy az ezekért felelős ügyvéd Bodnár Imre egy jogi végzettségű propagandista. Barkóczi Csaba szerint ugyanis csupán propaganda feladatokat lát el, és megpróbálja befeketíteni az előző városvezetés tagjait. Hozzátette, hogy ezek az ügyek rendre kudarcot vallanak a bíróságon, az elszámoltatást bemutató honlap pedig egy újabb politikai eszköz. Ennek a propaganda hadműveletnek a része, városvezetés próbál egyfajta olyan hangulatot generálni, minthogyha az előző fideszes városvezetésnek micsoda ügyei lettek volna, holott ezeket nem fogják tudni bizonyítani, tehát ezek a, mikor az igazságszolgáltatás elé kerülnek, ezek az ügyek nem fognak megállni. Tehát ilyen értelemben jogi vonatkozása nincs ennek az oldalnak, hanem inkább ez is egy kommunikációs eszköz a részükről. Az online felületen külön kiemeltek 5 szempontot. Ezek a teljes körűség, hatékonyság, gyorsaság, tisztességes eljárás, transzparencia. Barkóczi Csaba szerint azonban főként a vagyonzárolások nem bizonyultak jó lépésnek, hiszen az ítélet kihirdetéséig ártatlannak minősül a vádlott. A képviselő hangsúlyozta, hogy a most folyamatban lévő 26 ügy közül, melyek többek között a Zsököt, a PSN ZRT-t és a vagyonhasznosító céget érintik, talán 2 esetben érhet el eredményeket a városvezetés, de erre sincs sok esély. Barkóczi hozzátette, hogy a Bodnár Imre vezette ügyvédi kör egyébként közel 100 millió forintot tett eddig zsebre, bármiféle komolyan vehető eredmény nélkül.